itt van Senna, ott van Kobayashi, és Ricardo legelől, ebből a hármasból legalábbis. Nem működnek az első gumik, mondja Button Panasz, amik rá folyamatosan darál, nem tud elfordulni, ez valóban nincs ilyenkor hőmérséklet, megfelelő hőmérséklet a gumiknak, és amíg nincs kapadás, addig tulajdonképpen eldarál keresztbe az oda vezető hatására az első gumik, és a mérnöke tanácsolta, hogy egy kicsit több békerül tekerjen előre. Kérdezik el, azt mondja, a kert és
az állítható hátsó szárnyon bejön szélárnyék a Rosberg mögé. Ez is meg lehet, épp úgy, mint Sebastian Vettelnek. Legyőnel a külsőjében, ott jobb a tapadás, és érkezik a kettes kanyarhoz, le is csapja egy kicsit, lejjebb szorítja Rosberget, hogy aztán meglegyen a megfelelő előny. Majd most már Vettel érkezik oda, és esetleg ő is megpróbál elmenni, mikor Rosbergnek minden esetre kimi legyőnel folytathatja Vettel mögött a felzárulás. Rosberg visszatállad, és egy tég távol a négyes kanyarra lehet előzni, de nem elég gyors. A Mercedes Rosberg alatt a kigyorsításnál lejkőnek most már megtartja a pozíciót. Ahhoz volt élen, Perez a második, Hamilton, Vettel és Lejkőnem az első öt sorrendje. Lejkőnek nagyon klasszikus esőségeket autózik, amennyire csak lehet elautózik a kanyar szegletéig. Ilyetet nem mondtad olyan, hogy állítsd, esélyes, esélyes, újra esélyes. A Reikönen nagyon klasszikus esőségeket autózza, nagyon hosszan kiengedi az autót, teljesen távol a